Amikor a Füleminét olvastam, megragadott az a kedvesen ironikus hang, ahogy Arany egy nem éppen versbe való témából jókedvű, derűs verset faragott. Azon kezdtem gondolkodni, hogy vajon az emberek ma is annyi értelmetlen dolgot visznek a bíróságra, mint egykor, vagy megváltoztak, és a mikorunkra már nem jellemző az értelmetlen pereskedés. Fülemile egy nagyon vicces, nagyon humoros történetbe oltott, szomorú perről szóló mű, ettől lesz vérbeli szatíra. Ön szerint ez a műnek a sikere? Meglepett engem a kérdésben ez a nagyon szomorú per, tehát hogy mi is az, ami ebben nagyon szomorú. Mert én is azt hiszem, hogy van ennek az aranyi humornak egy igazán mély belső magva, ami a síráshoz közelít, mondjuk így. De azt nem gondoltam, hogy ez ennyire kihallatszik. Te mit érzel szomorúnak benne? Számomra nagyon szomorú, hogy kettő darab szomszéd, akik tulajdonképpen egymásnak akár a barátai is lehetnének, ilyen szinten vérre menő perlekedésbe fognak, és ami számomra a legszomorúbb a műben, hogy amint valami kis nyereményt látnak a másikban, mint az a szilva vagy diófa, ami átlóg és gyümölcs, akkor már egyből nem. Tehát ez az emberi gyarlóságnak szerintem egy tökéletes mintapéldája. Nekem ezt teszi szomorúvá a művet. Arany humorával kapcsolatban érdemes idézni egy saját készítésű tankönyvét. Hát a nagykörösi kollégiumnak is be kellett vezetni a legfelső osztályban a szép tan tanítását. Arany azonban a forgalomban lévő tankönyvekkel nem volt megelégedve, és mint az igényes tanárok általában elkezdett inkább a saját feje után tanítani. Ezt aztán le is írta, ezt hívjuk szép tani jegyzeteknek, és ebben ír a humorról, a komikumról és a szatíráról. A humort ő egyébként ilyen magyaros fordítással nedélynek is nevezte, ugye, mert a nedvesség a szó eredete. Azt mondja Arany itt, a komikus író nevet a világ bohóságain, a szatirikus csúffá teszi azokat, hogy térjenek eszökre, a humoros író mély fájdalmat érez a világ romlásán, de nem lévén reménye javítani, kétségbe esetten kacag önmaga és a világ felett, mondja Arany. Ugye ez már nem az a fajta teli szájjal hahotázás, amit jó vicc hallgatása közben szívesen tesz az ember. Arany egyébként valóban mintahivatalnok volt minden visszaemlékezés szerint. Nem csak a különböző hivatalos iratait köröztették, mint mintaszerű fogalmazványokat az egész vármegyében, hanem a nép is teljes erkölcsi és szellemi tekintélyként fordult hozzá jegyzői működése során. Valami olyasmit mondogattak a nagyszalontaiak, a helyi visszaemlékezők, helytörténészek szerint, hogy amit Arany János jóvá hagyott vagy szentesített, azt az Isten is jóvá hagyja. Nem hagyott nyugodni a versbéli bíró karaktere, akit nagyon ellentmondásosnak láttam, ezért egy olyan szakember véleményét is megkérdeztem, aki belülről ismeri a bíróságok és perek világát. Ön szakmáját tekintve ügyvéd és mediátor, valóban annyira különleges volna a mai világban egy Fülemile per, mint ahogy azt első olvasatra gondolnánk, hogy azért találkozhatnánk hasonló perekkel, hogyha beleásnánk magunkat a mai perekbe. Nyilván találkozhatnánk, azt szokták mondani ugye a magyarokról, hogy szeretik a pereskedést. Én azért ezt úgy módosítanám, hogy vannak emberek, akik szeretik ezt a fajta konfliktus helyzetet, és elsőre az jut nekik eszükbe, hogy és pedig pereskedjünk, vigyük perre az ügyünket. Soron következik a madárfügyper. Nagyon ellentmondásos számomra a bíró karaktere. Elfogadja mindkét esetben a pénzt, azonban ideges lesz a kicsinyességtől, és dühösen dönt. Ha ennyire ellentmondásos ez a karakter, Arany miért írta bele a műbe? Hát azért, mert egy bírósági tárgyaláson ugye van egy bíró, kihagyhatatlan eleme a tárgyalásnak egyrészt, másrészt meg nem annyira felháborító szerintem, amit a bíró tett, mert én úgy fogalmaznék, hogy ez mondjuk perköltség volt, és akkor igenis az állam
által, bíróság ezt a pénzt, ezt elteszi, idézőjelben mondva, de ettől még vannak bírót szomorító esetek, és hát nyilván személyes lehetősége és joga, hogy felháborodjon az ilyen ügyeken. Még egy pillanatra a bíró kérdésnél maradva, vártam volna valami frappáns véget, valami salamoni bölcsességet, amivel lezárja ezt a pert. Viszont ön a mediátor szempontjából úgy gondolja, hogy ez egy tökéletes döntés volt? Ez egy igazi egyesség? Hát ugye ez egy bírósági tárgyalás volt. Nehezen tudok párhuzamot vonni egy mediációs üléssel, mert hogy ugye a mediáción nincsen bíró. Gyakorlatilag ott van a mediátor, aki közvetítő, és aki az ügyet képviseli. Visszatérve a bíróra, úgy gondolom, hogy ennél salamonibb döntést ebben az esetben nem nagyon hozhatott volna, hisz lássuk be, a feleken kívül gyakorlatilag mindenki számára ez egy nevetséges ügy.